Apponyi Albert a tragédia 10. évfordulóján a Felsőházban tartott emlékünnepségen azt mondta, hogy a tények monumentalitásához mérhető csak a tragédia nagysága. Apponyi soha nem csak a materiális veszteségekről beszélt, hanem Apponyi elsősorban a transzcendentális veszteségekről beszélt. Az egész trianoni beszédének a tartalmi része az a kulturális, a szellemi, a transzcendentális veszteség, amelyik a Kárpát-medencére vár. Látnok volt, és szavai az utolsó betűig beteljesedtek. Én egy kicsit visszamennék az időbe, hogy jobban értsük Trianon környékét, és hogyha az időbe visszafele haladok, a változás időszaka mindenféleképpen a felvilágosodás, az az időszak, amikor istenhívő tudósok a mechanika törvényeit határozták meg, gondolok Descartes-ra, Newtonra elsősorban, amit aztán a francia illuminátusok az eredeti tartalmuktól megfosztva dialektikusan megmagyaráztak, az Istent letaszították a trónjukról, ez majd ugye Nietzsénél megjelenik szavakban is, és az észta rációt próbálták az Isten helyére emelni, és úgy gondolták, hogy a fizika törvényszerűségei alkalmasak arra, hogy létrehozzák a földi életet és kormányozzák a világot. Ennek rendkívül brutális megnyilvánulása volt a francia forradalom, ami messze-messze meghaladt a brutalitásában a későbbi forradalmakat, beleértve az orosz forradalmat is, a bolsevista forradalmat is. Minden esetre a francia forradalom megbuktatta Európa legerősebb keresztény monarchiáját. Átvette a helyét egy másik szellemiség, és ezzel kezdetét vette az izmosok kora. Ugye a franciák azt mondták, hogy ők liberálisak, ugye liberté, fraternité, égalité, teljes kontradikcióban van a három fogalom, a három együttesen nem létezik, viszont nagyon jól hangzik, és alkalmas arra, hogy az embereket megragadja és magából vonza. A század végül is, a 19. század, a szabad elvűség egyébe tellett, ennek volt egy agresszívebb, keresztény ellenes mozgalma, ez a nyugat-európai, elsősorban francia, aztán erre rátevődött a skót és az olasz mozgalom, Mazzinire tessenek gondolni, és volt egy valóban szabad elvű, emberbarát mozgalom, amit körülbelül Közép-Európa és azon belül a magyar szabad elvűek képviseltek. Ők abban a biztos tudatban voltak, hogy 1848-ban megadták az embernek járó méltányosságot, megadták a szabadságjogokat materiális értelemben is, de szellemi értelemben is, hiszen 1868-ban létrejött a horvát kiegyezés, megkapta az összes nemzetiség az egyéni szabadságjogokat, a gyülekezés jogát, a szabad vallásgyakorlást, a nyelv használatának a jogát megfelelő szinteken. Úgyhogy például 1918-ban 4000 olyan román iskola működött Erdélyben, ahol nem kellett magyarul kötelezően tanulni. Tehát a kornak a magyar politikai elitje klasszikus értékeket képviselt, klasszikus értékek határozták meg a cselekedeteiket, és ennek a középpontjában az ember volt. Két ok miatt szokták őket támadni, az egyik a nemzetiségi kérdés, a másik pedig a földkérdés megoldatlansága. Ők úgy gondolkoztak, folyamatosan liberalizálva a választási törvényeket, hogy az embereket először meg kell tanítani, ismereteket kell átadni, hogy dönteni tudjanak helyesen. A földkérdés pedig azért volt rendkívül nehéz kérdés, mert itt már a magyarság számaránya is szóba jött, a föld birtoklásának a kérdése volt a tét, és
Ugyanúgy, ahogy nem akarjuk átadni most idegeneknek a földet, ugyanúgy nem akarták ezt megtenni őseink sem. Ugyanakkor természetesen az állampolgár szó az még a klasszikus ezer éves magyar fogalom, a régi kóla, tehát a birodalmi lakos tartalmával létezett Magyarországon. Az a szó, hogy magyar nem etnikumot jelentett, nem kizárólag genetikát jelentett, hanem együvé tartozást jelentett, amit összefogott a világ legcsodálatosabb materiális és transzcendentális jogi rendszerre, a Szent Korona Tana. Tehát Magyarország ilyen állapotokban óriási ipari fejlődés közepette, várta a századfordulót, ünnepelte meg a milléniumot, és közben idősebb Andrássy Gyula vezetésével megkötötte a szövetséget Németországgal, akkor másik rendkívül gyorsan fejlődő hatalmával. Azonban hozzáteszem, hogy egyik hatalomnak sem volt érdeke, hogy kirobbantson egy háborút, hiszen a fejlődési ráta mind a kettőben lényegesen gyorsabb volt, mint nyugaton, Angliában, Franciaországban. Franciaországnak, Angliának sem volt érdeke, hogy kirobbantson egy jelentős háborút, hiszen előnyük jelentős volt, tartalékai szinte kimeríthetetlenek, és tulajdonképpen a cári Oroszország is, bár törekedett a szlávok egyesítésére, de nem mindenáron, és nem használt ki minden alkalmat arra, hogy háború révén ezt a célt elérje. Itt van az első nagy talány, hogy akkor miért robbant ki a háború? Magyarország olyannyira nem akarta a háborút, hogy Tisza ragaszkodott hozzá, hogy deklarálja a monarchia azt, hogy egyetlen egy négyzetcentiméter annexióra sem törekszik. Ugyanakkor a Szerbiának átnyújtott ultimátum nem tartalmazott semmi lehetetlen. Tehát nem törekedett tulajdonképpen senki semmiféle annexiórát, akkor mégis mi történt? És itt nem tudok megszabadulni a történelem egy másik sikjának a behozatalától. Ez pedig az, hogy a francia forradalom után az első világháborúban Európa második, harmadik és negyedik legnagyobb keresztény állomás. Nagyon érdekesen indult a háború, úgy indult, mint egy hagyományos háború, megadott célokkal, amit abba lehetett volna hagyni megfelelő pillanatban, ami mind a két félnek jó. Ezt a nyugatiak szisztematikusan visszautasították 915 végén is, 916-ban is és 918-ban is. Kérdés az, hogy miért. Én úgy látom a dolgot, hogy a hagyományos háború kezdett ideológiai háborúvá átalakulni, amikor már nem volt megállapodásra lehetőség, nem volt pardon, le kellett verni azokat az államokat, amelyek a konzervatív, értékorientált világrendet képviseltek, ahol még a klasszikus értékek számítottak. A magyarok számára Trianon azért volt egy elképesztő történet, mert amikor Károly átvette a hatalmat 18. október 28-29-e között, ebben az időszakban a magyar hadseregek, de hozzáteszem a monarchia, sőt Németország hadserege is, a birodalmi határokon kívül álltak. A központi hatalmak nem tették le a fegyvert feltétel nélkül, sőt feltétellel sem, hanem Pádovában fegyverszünetet kötöttek. A fegyverszünetnek az alapja az a viszoni 14 pont volt, amelyik tételesen kimondta, hogy nem győztesek és legyőzöttek tárgyalnak, hanem azonos értékű felek, és igazi filantróp módon
az emberiség javát szolgálva, népek önrendelkezési joga, szabad választás, és nem akarom sorolni végig, meghatározzák a világ további sorsát. Itt jön a következő nagy kérdés, hogy ez miért nem így történt? Végül is az első világháborút Amerika 17-es beavatkozása alapjaiba fordította meg, bár a központi hatalmakat fegyveresen nem győzték le, ezt a német tisztikar soha nem fogadta el, hiszen ez lett aztán a Dostos elméletnek az alapja, hogy a háttér omlott össze, a háttér ország, és nem a hadsereg, és aztán ez adott lehetőséget arra, hogy szélsőséges mozgalom induljon el Németországba, Weimari köztársaság után. Mi történt? Mi a magyarázat annak, hogy Masaryk a, hogy mondjam csak, világszédelgő cseh ügyvéd, az Egyesült Államok elnökét el tudta tántorítani attól, hogy az általa deklarált elveket szisztematikusan ezeken a béketárgyalásokon végigvigye. Mi a magyarázat annak, hogy amikor elkezdődött a háború, akkor csak a németeket mocskolták minden lehetséges módon a szuronyra tűzött csecsemők, egyéb brutalitások, és érdekes módon 17-18 környékén már a monarchia vált a legbrutálisabb hatalommá, vagy mire eljön a békekötés időszaka, összeülnek tárgyalni a delegációk, akkor már a magyarok bűnösök mindenért, a magyarok robbantották ki a háborút, a magyarokat kell felelősségre vonni, megcsonkítani, ellehetetleníteni. Ezekre a kérdésekre soha nem kaptunk választ. A magyarokat megrázta az ország megcsonkítása, hiszen mindenki tudta ebbe az országba, hogy akkor már 800 éve védtük a schengeni határokat, minden menekülőt korlátlanul befogadtunk, menekültet, bevándorló küldözöttet, és senki nem értette, hogy ebből hogy következett az ország kétharmadának a megcsonkítása. Nem volt érthető azért sem, mert a francia diplomáciának mindig a geográfiai elvek volt az egyetlen érve arra, hogy Elzász-Lotaringiát meg tudja tartani, hiszen Elzász-Lotaringia etnikailag germán volt és nem francia. Ha létezik tökéletes geográfiai egység, akkor a Kárpát-medence az volt. A népek önrendelkezési joga annyira nem számított, hogy nem ismerték népszavazásra feltenni a kérdést az elcsatolt területeken, hiszen nagyon könnyen úgy járhattak, illetve voltak arra utaló jelek, hogy megismétlődött volna több helyen a soproni szavazás. Nem értette a magyarság azt sem, hogy miért van az, hogy minden, amit a magyarság tett Európáért, az semmit nem számít, viszont minden, de minden gazdasági, politikai és katonai érvet felhoztak az utódállamok mellett, akik a csehek is, a horvátok is ugyanúgy a központi hatalmak oldalán vagy hadseregeiben szolgálták és harcolták végig a háborút. Nem volt érthető az, hogy egy 11 milliós nemzet, amelyik éppen kezdett nemzetté formálódni, hogy kaphatja meg egy másik 11 néhány milliós nemzet területéből a nagyobbik rész 103 ezer négyzetkilométert, amikor csak 97 ezer marad. Tehát ezeket a dolgokat ember ésszel nem nagyon lehetett megérteni, és nem nagyon lehetett követni, mint ahogy az sem volt érthető, hogy az a mérhetetlen hazugság özön, amivel nyakon öntötték Lloyd George-ot, Orlandót, Wilsont, Clemenceau-t, azokat miért nem kontrollálta bárki? Vagy ha kontrollálta, akkor miért nem tett ellene semmit? Mindenki leírja a híres apanyi beszéd után, amit négy nyelven mondott el, hogy megrökönyödést keltett. Hát természetes, ha valakit nem hallgatnak meg a bírósági tárgyaláson, tanúként sem,
hanem oda rendelik az ítélet hirdetésre, és az utolsó szó jogán nem mondhatja magáit, az nem alkalmas arra, hogy érdemben befolyásolja a döntéseket, de nem is befolyásolhatta, hiszen minden előre el volt döntve. Nem volt értelmezhető a magyarság számára az sem, hogy amikor a magyar hadsereg és a hadseregtestek, nem csak a közös hadsereg, hanem a honvédség, a legvéresebb csatákban messze a magyarság lélek arányán túlmenően hűségesen helytállt rendkívül mostor körülmények között, a hadi kitüntetéseket mérzemmel a csehek kapják meg, a többi szlávok, és hogy lehetséges az, hogy ezeket a sokat szenvedett embereket, amikor hazaérkeznek, a csőcselék leköpi, a hadügyminiszter azt mondja, hogy nem akar katonát látni, és mindezt a szifilis negyedik stádiumában lévő köztársasági elnök helyeslése mellett. Ugye mentegetik Károlyt mostanában feltűnő, hogy ugye ez a polgári köztársaság állítólagos megalakulásának a 100. évfordulójára kerül sor, és próbálják Károlyt értelmezni, úgyhogy most tekintsünk el mindattól, hogy mit csinált, mi lett a cselekedeteinek az eredménye és a következménye, hanem nézzük a programját. Hát kérem szépen, programja nem volt. Károlyi sérült ember volt, ez az egyetlen egy mentsége. Farkastorokkal, nyúlajakkal született, alig tudott nyomorult beszélni, nem lehetett megérteni, amit mond. Kisebbség érzéséből kompenszálandó a hiányosságokat provokálta egyszer Tiszát, első cseppférig ment a párbaj, Tisza nem volt hajlandó megsérteni a bőrét, hanem kardlappal véresre verte, úgyhogy a hematómáktól alig tudott mozogni, és akkor a végén megkarcolta. Tehát egy szerencsétlen, nyomorult ember, aki a parlamentben folyamatosan zagyva dolgokról beszélt, és hangoztatta az Antant barátságot, ami kétségkívül létezett, de hát ez annyit ért, amennyit a történelem aztán igazolt. Románoknak és olaszoknak is írásos garanciái voltak a terület gyarapítására, magyaroknak, a Károlyi féle társaságnak nem volt. Sőt, a viselkedésük meghökkentette, és hát majdnem azt mondom, hogy utálkozásra kényszerítette a balkáni francia nagyvezérkart. Tehát nem lehet Károlyékat menteni semmiféle formába. A hatalom átvételük első napján megölték azt az embert, aki alkalmas lett volna nemzet összefogására. Leszerelték a hadsereget, amelyik a hazája védelmében alkalmas lett volna az ország határokat megvédeni, vagy legalábbis alapvetően megváltoztatni a békekötés körülményei esetében a közigazgatási katonai helyzet figyelembevételét. Tehát nem menthető semmivel ez a kormány, és főleg nem menthető, hogy átadták a hatalmat a vörösökre, és itt bármit magyarázzanak mostanában, hogy kényszerítették Károlyt. Ebből egy szó nem igaz. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvass el András Ilona grófnőnek az emlékiratait, ő Károlyi sógornője volt. Mind a ketten nevelt lányai voltak, ifjabb Andrássy Gyulának és lányai Andrássy Tiladarnak, ifjabb Andrássy Gyula bátyának, aki elvette az özvegyet és hozzá négy lányt. Ő leírja az igazságot, ő leírja Károlyt, pedig teljes szimpátiával vezette a naplóját, de már Károlyi ellenvonásai akkor látszottak. Tragédia magyarság számára, hogy nem volt olyan belső helyzet abban az időszakban a radikalizálódó bolsevista, kozmopolita baloldal miatt, amelyikre támaszkodni lehetett volna. Ezt a néhány hetet kihasználta a kozmopolita hangulatú városi lakosság,
A izmus Magyarországon is előre tört. Nagyon nehéz volt a restauráció a 20-as évek elejének törvényei révén. Úgy húzták meg Magyarország határait, hogy életképtelen országot hozzanak létre. Nem volt komoly ember, aki azt gondolta volna, hogy ilyen viszonyok között ez az ország tovább élhet, leszámítva a magyarságot, akinek a törekvését Klebersberg tökéletesen fogalmazta meg, aki azt mondta az egyik híres beszédében, hogy elvesztettük a nemzetünk egyharmadát, illetve megmaradt a nemzetünk egyharmada, itt elvesztettük kétharmadát. Tehát minden itteni magyarnak háromszor annyit kell teljesítenie, mint eddig, hogy Magyarország megőrizze a pozícióit, és a második világháború kitörésekor gazdaságilag Magyarország már produkálta a háború előtti ország teljes gazdasági termelését. A magyar válasz emellett brutálisan erős volt szellemileg, hiszen ha sorba tetszenek nézni a szellemi tevékenységek spektrumát, mindenütt nagyságokat találunk. Nyugodtan lehet ennek a kornak a nemzedékét hasonlítani a reformkori nemzedékhez. Zenében ott van Bartók, Kodály, Dohnányi. Az irodalomban megjelennek az erdélyírók, szinte a földből nőnek ki. Kós Károly, Dzsida Jenő, Reményik, Makai Sándor, Tamásiáról lehet sorolni Napestig. Itthon is megjelennek nagyon markánsan a népi nemzetírók. Én ide sorolom nagyon határozottan Móriczot is, de megjelennek a többiek is, bár ifjan. Megjelenik a nyugat nemzedéke, akik azért ugyanúgy részt vesznek a Trianon könyv megírásában, mint a nemzeti érzésűek. Megjelennek a magyar tudomány óriásai, megjelennek az első Nobel-díjasaik, megjelenik Békessy Zsigmondi, Szent Györgyi Albert, építészeink Kós Károlytól, ugye Budapest főépítészétől kezdve lehet sorolni a sort, és nincs Csolnoki Viktor a geográfiába, vagy Teleki Pál a geográfiai politikába, és lehet sorolni a sort, nem feledve el a fizikai teljesítményt sem. Gondoljunk arra, hogy 34-ben a magyar futballválogatott először lett második a világbajnokságon, csak 4-2-re kaptunk ki az olaszoktól. Mindenki elhallgatja, vagy elfelejti azt, hogy nem csak Helsinki-ben lett harmadik 1952-ben a magyar olimpiai csapat, hanem a berlini olimpián is 1936-ban. Tehát Magyarország minden területen megmutatta azt, hogy életképes, életre alkalmas, és fejlődésre is alkalmas. Tökéletesen bevált Bethlen, Teleki és a nagyformátumú gondolkodók megközelítése, hogy az emelkedő anyaország húzza a leányországokba élő magyarságot is, és így lehet kialakítani azt a nemzeti egységet, amit a határok sem tudnak felszabdalni, és ami átmeneti állapot, hiszen a Szent Koronatan értelmében az ideiglenesen elvesztett területek, a korona jogainak időleges csorbítása a korona fennhatóságának végtelenségét nem befolyásolja.